Salvadori és magyar válogatottat igazolt az Eto'o csapata. A zöld-fehérekhez egy évre kölcsönbe érkezett Lázók János, akiért cserébe Windecker József igazolt Paksra, szintén egy évre kölcsönbe. A 28 éves Lázók korában kétszer szerepelt a magyar nemzeti 11-ben. Elsősorban azért igazolt Győrbe, hogy bajnokságot és kupát nyerjen, hiszen ez korábban még egyik csapatával sem sikerült. Elfogadtak a társak, de úgy gondolom, hogy sokat játszottunk egymás ellen. Sok barátom is van, van olyan játékos, akikkel együtt is játszott MTK-ba, Vasasba, úgyhogy a beilleszkedés ellen nem volt gond. Lázók még csak felkészülési meccseken lépett pályára az Eto'ban, Burgos azonban már a Haladás elleni 2-2-vel zárult bajnokin is játszott. A tavalyi szezonban Kecskeméten futballozó salvadori támadó szintén nagy tervekkel érkezett Győrbe. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a magyar bajnoknál futballozhatok. Kiváló játékosok vannak a keretben, ezért nehéz lesz bekerülnem a kezdőcsapatba. De minden edzésen azon dolgozom, hogy ez sikerüljön. Minél több lehetőséget szeretnék kapni, és ezt gólokkal szeretném meghálálni. Természetesen célom az, hogy megnyerjük a bajnokságot és a kupát is. A győriek szombaton 21 órakor fogadják a Ferencváros bajnoki mérkőzésen, amely biztonsági szempontból kiemelt kockázatú. Ezért a klub kéri a szurkolókat, hogy a megszokottnál korábban érkezzenek az Eto'o Parkba. Az Eto'o ezután vasárnap a Bayern Münchennel játszik barátságos mérkőzést délután 4-től.